termelőkért a feldolgozóért igyekszik tenni, hogy a pozíciójuk javulhasson a jövőre nézve. Ezért vagyunk itt a mai napon a piacon, amely nem a megszokott környezetben áll rendelkezésre, de reményeink szerint hamarosan a vidékmunkra, a megszokott helyszínen, a vidékfejlesztési minisztérium árkágyai alatt fog üzemelni. Érezzük ennek a hiányát, de reméljük, hogy a biotermelők és a termelők is ezt az átmeneti időszakot sikeresen átvészelik, és visszakerülhetünk a megszokott helyre, ahol egy teljesen más környezetben a régi piac hangulatát idézve találkozhatnak a vásárlók, illetve a kereskedők. A mai nap apropója tehát egy biotermelőt, feldolgozott, illetve biotermékeket áruló céget szeretnénk pozícionálni. Ez gyakorlatilag illeszkedik az elmúlt időszak stratégiájába, amit említettem, szeretnénk az ágazatban ebből a szempontból segíteni. Szeretném, hogyha az itt jelenlévő osztopos tagja ennek a mai napnak mondana néhány szót a cégről, és a későbbiekben pedig esetleg a minisztérium terveiről az előzőekben elhangzottak kapcsolatban. Köszönöm a lehetőséget, Beáta család vagyunk, hajszolékeztünk, és valóban mi vagyunk az a biodíszlet, amelyik reprezentálja, hogy a harmadik generációban is lehet már Magyarországon biogazdálkodni, bioenergetikára állítani. Mi már a rendszerváltás első óráiban meghirdettük a terülterű biosztalkán Magyarország álmot, és ezt nulla termékről napjainkkal szerint 170 termékre gyújtunk. Immár a harmadik generáció is beintegrálódott, tehát az a csoda is megtörtént velünk, hogy nem tudtuk kinek átadni a programot, és több mint 50 családot foglalkoztak a fajta. Tehát amit most az ország a politika célhoz tűzött, hogy egy szociális programot is lehetőleg a bio köré lehetne integrálni, annak élő modelljai vagyunk. Ezt a tevékenységet 2013-ban az európai CSR piac is követően ismert el. Hát nem csak munkát adunk, hanem hogy a tékkal élők számára perspektívát adunk. Tehát modellezhetőek vagyunk tulajdonképpen mindenféle aspektusban. És ami külön öröm, a gyerekeim láttak a sorban. Kezdetben még csak nemzeti piacon kívüli érdeklődés volt a termékeink iránt, de 2000 óta már érezhetően akutikálódott Magyarországon is egy bioélelmiszer igény. Ez sajnos még mindig 1% alatt van, de látván az igyekezetet a politikai és a gazdasági vezetésben, véletlen ebben is közelekedünk Európához, mint ahol most tartunk, és ehhez jó az irány. Úgy álmodtuk meg, hogy amit a nemzeti gasztrómia használ növényeket adott a termeljük, tehát világhírű szalcsai fűszerpapír a tájközete, hiszen tudom, hogy Európa hírű fűszertermő tájközete. Nem volt királyi család több mint 100 év óta innen szállítja a fűszereket, majd a magasztat. Tehát ezek körülbelül egy olyan 10 növényt felhasználtak, de menet közben, ugyan nagyon sok minden másképp formálódott, mint ahogy annak idején álmodtuk, azt kell észrevennünk, hogy ami Hungarikum specifikum, az már a világpiacon nem annyira lesz az idősodrában érdekes. És egy olyan kutatási fejlesztési programot indítottunk be, immár 10 éve, amellyel a mi lehetőségeinket próbáljuk újra képezni, és ebben nagyon sok érdekes növényre találtunk. Sőt, odaig jutott a program, hogy immár a fenotípus 100%-át, tehát a növény levelét szinte már a tárnyékát is tudjuk hasznosítani. Ez nem csak a humán gasztronómia vált piacra, hanem értem fel az állat gasztronómia is. De mi vagyunk, és ebben a bio programnak van óriási lehetősége, kitárolkozás lehetősége, hogy a funkcionális élelmiszereket, tehát amik nem csak vastont hűznek be és ilyen olyan vitaminokat, hanem véletlen gyógyhatások is van. Ebben most már 6 olyan programunk áll tulajdonképpen befejezés előtt, ami Európa szerte is érdekes. Antiallergén, gyulladás csökkentő élelmiszerek, akkor cukorbetegségre csicsókkal újra felfedezték biosok közül, és most már a konvencionálisok is egyre érzékenyebbek és érdeklődőbbek erre. Tehát nagyon sok olyan programunk van, ami érdekes, és új távlatokat felszöpi, akkor nyitott nem csak a bionak, hanem a nemzeti. Egy fontos nevet még hagyd ki a bentőtől, és amit jönnek ki a... Ez a Delta család, Bajszó, én Dr. Delta voltam, vagyok cég alatt.